Sziasztok! Na, úgy döntöttem, hogy újra kezdem a Pokémon sorozatot, ugyanis nem csak Pokémont végül is, hanem mindent, mert igen, újra kezdem. Na és szóval itt vagyunk a menüben, és látjátok, hogy most teljesen új játékot kezdek, de a beállításokkal még előtte. Szarozom egy picit. Gyors szöveg. Jó. Oké, minden tökéletes. Na akkor kezdjük is el. Miért ne? Köszöntünk mindenkit szeretettel a fél órás intróban. Nézzük, legyünk lányok vagy fiúk, persze, hogy fiúk, mert fiú vagyok, szóval és akkor megyünk a kezdővárosba, lépünk az útba. Meg is érkeztünk. És kinyílik az ajtó. Hát nem sok mindent tudunk csinálni. Csak így tudunk menni. Jaj, mindjárt jön is az anyukánk, akiről azt kell tudni, hogy nagyon szeret fél órákig beszélni. Most komolyan. Jaj. Na és itt ilyen, így néz ki a házunk. Épp most költöztük ide. Sok minden mondani róla. Egy asztal, szőnyeg, székek, meg most hozzák a cuccokat ezek a Pokémonok. Most itt be kell állítanunk az óránkat, de itt egy számítógép. Jaj, számítógép az mindenhol kell. Hát miért ne? És majd egy potion. Na, anyukám kérte, hogy beállítsuk az órát, akkor mi beállítjuk. Dél lesz 4 óra múlva. Hát, majdnem 4 óra múlva, kicsit több. Kb. Így. Egyébként, amikor beállítjátok az órát, akkor nagyon vigyázzatok, mert csak így tudjátok beállítani. Utána már nem lehet korrigálni. Anyukám mondja, hogy minden befejeztek, szóval eltűnt a Pokémonok, és anyukám rögtön elkezd tévézni. Tévében apukánk van, de mire ide érünk, vége az interjúnak. Hát igen. Várjatok most. Azt hiszem Space-re van állítva a gyorsítás. Ezt megjavítom. Oké, ezentúl D. Próbáljuk ki. Nagyon D. Szóval menjünk is tovább. Ugyebár most először mehetünk itt a városban. Van itt egy tábla egyébként, mindenhol az egész játékban csak ilyen táblák lesznek, szóval jobban nézzétek meg, mert még nagyon sokszor fogjátok ezt látni.
van Beach professzor. Oké, laborja. De nekünk ebbe a házban mondom. Egyébként az egész város van már itt faluban. Hát ez még nem város, szóval a faluban csak két ház van. Ami nem valami nagy mennyiség. Ez a nő cintán mondja, hogy menjünk föl, mert ott van a lányom. De nincs itt, csak a pokelabda. És itt egy számítógép. És információk. Aludhatok az ágyban, csak éppen nincs a katék. Mert nem lehet tudni benne, mert ez nem annyira. Na akkor, pokelabda. Én is megint talán, csak úgy a semmiből. Hát még egy mélynek hívják. Még elég sokszor fogunk feltalálkozni, ezt így spoilerezom. Le is számítógépezni. Ez az egész város egy nagy pocka. Na és, itt ez a lány, hogyha ide jövünk, mondja, hogy ilyen pokémonok vannak kint, és hall hangokat, amit tartottunk. Na és itt van professzor Birch, és mondja, hogy ne menjünk el, ne hagyjuk egyedül, nem mentünk el. Szegénykét nem hagyhatjuk, hogy legyünk a Pokémon, ezért választanunk kell valakit, akivel legyőzzük, és én Trico, ő van, ő geek, természet, vagy na, elfelejtettem, mindegy. Szóval ő geek, ő egy tűzmadár, és ő egy cuki kis víz, valami. Én őt szoktam választani. És akkor itt van egy nagyon erős ellenfél. Garantáltan le fog minket győzni. Hát támadások közül nem sok minden közül válogathatunk. Micsoda nehézség. Kaptunk 17 XP-t. És akkor előbb még ott voltunk a zsák alatt, most meg már oda teleportálottunk a volt Pokémon helye mellé. És akkor mondja, hogy köszönjük, hogy megmentettünk. Igen, nagyon jó. És akkor ide teleportálunk ebbe a laborba. És akkor megkapjuk ezt a Mudkip-et. És nem nevezem át, mert nem szoktam. Jaj, ez a sok pofázás. A professzor, aki csak megint pofáz, ezért már beszélünk vele. Na és itt jövünk. És ez itt az első út. 101-es. Egyébként nem tudom miért 100-nal kezdik. Na és első nem automatikus arc. Harc. Erről nincs nagyon beszélni, mert
És majdnem szintet lépünk. Na és akkor itt vagyunk az első városban, Oldale Town. És itt ez a boltos, akivel ha beszélünk. Csak annyit mondott, hogy ez itt a Pokémon-t, és itt vehetünk mindenféle szart, amit csak akarunk. Itt meg a Pocket Center, ahol akármikor ingyen healerhetjük a Pokémon-jainkat. Garantáltan leszünk itt, amit nem itt, hanem másik Pocket Center-ökben. Úgy kb. 50 milliószor. Hogyha erre akarnánk jönni, akkor ez a happy mondja, hogy ne menjünk erre, mert Pokémon lábnyomokat talált. Szóval sok lehetőségünk nincs, csak erre jön. És a legelső tréner csata, mint legelső csata vele. Akkor beszéljünk is. És élvezzük ezt a zenét, mert egész jó. Egy opció van itt a harc menüben, a futás csak, tényleg a csatából nem elfutunk, majd üres, és lecsapjuk a kamerát, csak így sok, ezért nem tudunk. Szóval csak harcolni lehet, ez az egyetlen opció, hát kicsi sok opció, szóval készítem. Mindegy. Jól tudom, hogy ide lehet csinálni. Fajl. És akkor fast forward. Mivel nem akarjuk, hogy legyőzzenek minket ott, ezért elmegyünk. Jó. Ez a gyorsítás néha vicces tud lenni. Legyőzünk, csak azért is. Egyébként mivel végig itt állt, ezért nem nagyon értem, hogy miért van teljes élet, amikor nagyon szétszedtem. És ezúttal mi győztünk.
is kaptunk 69. LOL, 69 XP-t. És level 6-osok vagyunk. Szettjeink növekedtek, és már tudjuk a maximumot, ami semmit nem ér. Yeah! És level 7. És kaptunk 3-t. És akkor most meghív a laborba, hogy kinyomjuk utána. És akkor megyünk utána, mert ez a sztori, és ezt kell csinálni. És addig nem lehet mozdulni, amíg nem megy a képernyő. És akkor most akármit csinálunk, nem tudunk csak ide jönni, mert magától ide. És mostantól van Pokédexünk. Igen, hoppa, igen. És Pokélabda. Na szóval itt Pokédex, ebben benne van minden Pokémon, amit eddig ismerünk. Hát... Elvélem sok. Na és hogyha most el akarnánk hagyni ezt a falut, itt az anyukánk, és beszélni akar velünk fél óráig. Egyébként mostantól tudunk futni. Na végre. Na és akkor most picikét fejlesztem a Pokémonom. Mert jön egy pár erősebb ember. Egyébként, hogyha itt az elején befogtok Pokémont, akkor nem ajánlom, hogy befogjatok itt az elején Pokémont, mert fölhúzni magasabb szintekre szinte lehetetlen, legalábbis mozzám. Ez a játék nagyon jó, szeretem, tök jó, nagyon szuper, csak éppen túl sokat pofáznak néha a karakterek. Tudjátok, mint felhúzom olyan 10. szintre, aztán visszajövök. Szóval egy másodperc múlva visszajövök. Mindjárt meg lesz. Végre 10. szint. És Richardtal. Ezzel tulajdonképpen egy fehér buborékot lövünk az ellenfélre, ami kipattan rajta.
és megsebzi. És akkor hínelünk magunk picikén, hogy tudjunk tovább támadni. Nem tudom miért, de most nagyon köhögtet nékem van. Na szóval, ott tartottunk, hogy az a hapin mehetünk az útból, és mehetünk erre fel. Itt egy érdekes mód. Akinek ha elérve megyünk, akkor megtámad, de mi hátulról megtámadjuk. Hát oldalról. És legyőzzük. Próbáljuk ki a létezőkönyt. Nagyon szuper effektív, de nagyon kifel szuper jó. Egyébként szerintem ki tudjátok találni, hogy melyik Pokémon szeretném elsősorban használni. Na? Nem jött el ki? Ha nem, akkor Mario. Aki a profilképe már van. Mit csinálsz itt? Hogyha a magas hű az tűzszögésre készít, akkor miért nem jössz ki belőle most így konkrétan? Na mindegy. És level 11. Hogy vagy? Köhögéseket elnézést kérek, nem tudom mi van velem. Ki nem hallhatom az olyan, akik folyton leviszik a támadásomat, és 50 hülye tekülbe telik, hogy megöljek egy hülye Pokémont. Sheep. Na és akkor elérkeztünk az első bogyóhoz, amik nem ilyen hiper ritkák.
sőt inkább a legközönségesebbek, de hát a mondtok. Na és akkor itt van ez, és ő is trainer, és akkor megadtam is. És neki is ilyen Pokémon van, azt a kinek gondolja. Szerencsés ütés volt, mert ha ez nem critical hit, akkor hát bizony elvette volna a seggemet ez a Pokémon, mert ő fű, én víz, fűveli vizet, szóval hát igen, az nem lett volna szerencsés. És akkor itt van a következő város. Na és akkor Pokécenter. Ebben a gimnáziumban, hogy nevezzétek annak, aminek akarjátok, van az apukám, a vezető, számítajtó, na és akkor beszélünk az apukám. Akivel nem annyiszor fogom találkozni, hogy milyen, de vele is egy pár szót. Mennünk kell vele, és megvárni, hogy fél óra alatt eljut ahhoz, ha fűhöz. És befut egy marharika Pokémon-t, aminek 1% az esélye, hogy jön. És én ezért be akarom fogni. Egyébként ezt csak azért csinálták, hogy megintessék, hogyan kell befogni a Pokémon. És akkor most eldobni a mappát. És csodák csodájára egyből befogja, mert így van befogja. És akkor most nagyon örülök, hogy befogja az első Pokémonját. Egyébként ennek a Pokémonnak nincs egy támadás, amivel konkrétan támad. Ezért nem tudom, hogyan tudja fejleszteni a később. Munkán kell mondja, hogy menjünk gimnázium, legyőzni, és akkor vele is csatázhatunk. Most speciál tudok ezt a dolgokat.
Itt most befogom a ráccot. Egy másodperc múlva visszajön.